Debreceni Vidámpark kisvasút 1960-ban épült. 260 mm-es nyomtával. Átadására 1960. május 1-én került sor. 1961-ben megtoldották a pályát egy körívvel, így érte a mai 1100 méteres hosszát. A vonal hudok jellegű, a vonat a fejű állomásra indul és oda is érkezik vissza. A kisvasút egy adat C50-es dízelmozdonnyal rendelkezik és több egyforma más járműből házilag átalakított személykocsival. Itt egy váltókezelőhely.
tárgyak közötti területen működött egy úttörőtábor, és ilyenkor a vonatok egy kört megtettek a kitérő vágányba, és úgy indultak vissza a végállomásra. A következő kitérőnél látható csonkavágány csak szerelvény tárolásra használták. Időn visszanézni őket, éppen csak most végeztem vele. Egyébként a kisvasú személyzetének az hatalmas köszönet jár, hogy minden segítséggel, amit adtak el a videónak az elkészítéséhez. És egyébként egy nagyon hangulatos kisvasút itt a Vidán parkon belül, úgyhogy érdemes volt ide eljönni. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek.